ha valakinek oda áldozom, ha valakinek szétosztom. Semmit nem ér megőrizni valamit egy vitrínben szépen, ha sohasem használjuk. Mit ér az a csésze készlet, mit ér az a legszebb terítő, ha sohasem kerül elő, nincs az az ünnepi alkalom, amikor használjuk. A funkcióját veszti el, a létjogosultsága kérdőjeleződik meg. Hál' Istennek azért vannak nagyon jó törekvések is ebben a világban, akár csak az iskolából kiindulok, az iskolai közösségi szolgálat, amit én Amerikában, Kanadában már sokkal előadottabb formában láttam, évekkel ezelőtt. Ez valami olyan gondolkodásmódot indíthat el az emberek szívében, lelkében, amelyben újra jobban a másikra odafigyelő emberekké tudnak válni. És ott van a másik oldal, az elfogadás. Azt gondoljuk, hogy talán ezzel könnyebb a helyzetünk, mint az adással, mert hát elfogadni jó dolog, az olyan kellemes dolog. Pedig az igazság azt mutatja, hogy az elfogadással még nagyobb problémáink vannak. Hát az a baj, hogy nem tudjuk elhinni, hogy valamit önzetlenül és ingyen kapunk ebben a világban. Annyira az a mindennapi tapasztalatunk, hogy semmit nem adnak ingyen, vagy ha adnak, azért adják, hogy utána elköteleződjek valami másik mellett, viszont segítsek annak az illetőnek, érdekkapcsolatok, kereskedelmi viszonyok, marketing és egyéb más okok vannak, amögött, ha valakitől mégiscsak kapunk valamit. Állandóan rosszat sejtünk a háttérben, és ez az alaptapasztalatunkat vetítjük rá az Isten világára is. Mint hogyha az Isten is csak azért akar nekünk adni valamit, hogy aztán joggal várhasson el a másik oldalon.